Akkor nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket Pilisvörösvár Város Önkormányzata által megrendezett 2024. évi közmeghallgatáson. Külön köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait, az önkormányzati intézmények képviselőit, polgármesteri hivatal tisztviselőit, az állami és közszolgáltató intézmények képviselőit, és nem utolsó sorban a megjelent kedves pilisvörösvári lakosokat, akik jelenlétükkel megtisztelik a közmeghallgatásunkat. A képviselő testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintően kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat fogalmazhatnak meg. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban választ kell adni. Felhívom a szíves figyelmüket arra is, hogy a közmeghallgatása közérdekű ügyek intézési fóruma. Itt most az egyedi ügyek intézésére nincsen lehetőség. Egyéni ügyekkel kapcsolatban kérem, forduljanak a polgármesteri hivatalban kollégáimhoz, munkatársaimhoz, és ők minden bizonnyal szíves rendelkezésükre fognak állni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény érdekében és értelmében a közmeghallgatás képviselőtestületi ülésnek minősül. Ezennel hivatalosan is megnyitom a mai közmeghallgatásunkat, és megállapítom, hogy a képviselőtestület 11 fővel határozatképes. A napirendi pontjaink, ahogy az lenni szokott, egyes napirendi pont beszámol az önkormányzat elmúlt 5 éves munkájáról, kettes napirendi pont közérdekű kérdések, válaszok. Tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy készfenntartással szavazzunk a napirendi pontokról. Kérem, szavazzunk. Tizenegy igennel elfogadtuk a napirendi pontokat. Egyes napirendi pont beszámol az önkormányzat elmúlt 5 éves munkájáról. Ebben az évben egy 5 éves ciklus zártunk, ezért az elmúlt 5 év munkáját, eredményeit, akadályait szeretném bemutatni önöknek egy képes grafikonos prezentáció keretében. Nagy öröm számomra, hogy június 9-én szeretett szülővárosom lakói ismét bizalmat szavaztak nekem, és egy újabb 5 éves ciklust kezdhetek meg. Ezt köszönhetem a kampány során velem együtt dolgozó csapatomnak és családomnak, édesapámnak és édesanyámnak. Ez nélkülük nem sikerülhetett volna. Úgy gondolom, hogy a vörösváriak megmutatták, hogy azonosulni tudnak azokkal az elvekkel és célokkal, amiket én és a csapatom képvisel. Ezért mentek el szavazni 60%-os részvétellel, ami egy igen nagy részvételi aránynak számít. Én azt vallom, eddig is azt vallottam, és most is azt vallom, hogy nem egy közös formáció tudja megadni az egységet, hanem a közös célokért való küzdelem azonos eszközökkel. Biztos vagyok abban, hogy az új testület minősített többségével nyugodtan, higgadtan és felelősségteljesen hosszú távú, mindenki számára vállalható célokat fogunk tudni megfogalmazni, képviselni és elérni. A képviselőtestület létszáma 12 fő, a képviselőtestület tagjai az egyéni választókerületekben megválasztott 8 fő képviselő, a kompenzációs listán megválasztott 3 fő képviselő,
valamint a polgármester. Ezúton is szeretnék gratulálni minden mandátumot szerzett képviselőnek. Az alábbiakban, illetve a fentiekben láthatják, hogy az előző ciklusban összesen 83 darab képviselőtestületi ülést tartottunk itt Vörösváron. Ebből 31 darab rendkívüli ülés volt, mint például a legutóbbi top pluszos pályázatokon való indulásról döntő tavaszi rendkívüli testületi ülésünk. Az előző testület 956 napirendet tárgyalt, 120 esetben tárgyalt rendeletet és 849 határozatot hozott. Tehát ezek a számok is azt mutatják, hogy egy produktív 5 év van mögöttünk. A szervezeti felépítésről és a hivatali munkáról az önkormányzati feladatokat ellátó képviselőtestület szervei a polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző és az önkormányzat részvételével működő társulás. Az önkormányzat a következő társulások tagjai: Pilisvörösvár és környéke intézményfenntartó társulás, Dunavértesköze regionális hulladékgazdálkodási társulás, a polgármesteri hivatalt a jegyző akadályoztatása esetén a zajjegyző vezeti. A kivetítőn az előbb megjelent és láthatják is az önkormányzat szervezeti ábráját. Ezt a részleteiben, a későbbiekben fogom elemezni. A bizottságokról: a képviselőtestület feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása és működtetése érdekében, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően állandó bizottságokat hoz és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A képviselőtestület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, valamint ellenőrzési feladatokat ellátó és külön rendeletében meghatározott, átruházott hatáskörben, önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel rendelkező, egymással mellérendeltségi viszonyban álló választott testületi szervek. Pilisvörösváron 3 ilyen bizottság működik, a mi csak rövidítve szoktuk nevezni, de később kifejtem. Az UOKB, a SZEB és a PVKV bizottság. Az első bizottság az úgynevezett UOKB, ügyrendi oktatás és kulturális bizottság. A bizottság az oktatás, kultúra, sport és ügyrendi kérdések területén látja el kiemelt feladatát. Részt vesz a városi közművelődési és sportcélok megvalósításában, valamint megfogalmazásában, valamint az oktatási és kulturális intézmények működésének felügyeletében. Fontos szerepe van a helyi sportélet koordinálásában, emellett kapcsolatot tart a helyi szervezetekkel, egyesületekkel és javaslatokat fogalmaz meg a bizottságot érintő fejlesztések érdekében. A bizottság elnöke dr. Horváth Brigitta hamarosan érkezik, de jelenleg még a munkáját látja el. Második bizottságunk a Szociális és Egészségügyi Bizottság. A bizottság szociális egészségügyi intézmények működésének felügyeletét végzi, részt vesz a pályázatok véleményezésében és a fejlesztések előkészítésében, támogatja a szociálpolitikai elvek helyi megvalósítását, különös figyelmet fordítva a gyámügyi és gyermekjóléti ellátásra. Egészségügyi feladatai közé tartozik a közegészségügyi helyzet javítása, valamint azokra tett javaslatok kidolgozása és az intézményeink fejlesztésének elősegítése. Dönt a rendkívüli települési támogatások odaítéléséről a bizottság elnöke Mátrahegyi Erzsébet. A harmadik bizottságunk az úgynevezett PVKB, Pénzügyi Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság. Pilisvörösvár városának gazdasági, fejlesztési és környezetvédelmi ügyeivel foglalkozik.
Ez a bizottság véleményezi a hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeleteket, javaslatokat, és koordinálja, illetve véleményezi a pályázatok benyújtását, valamint figyelemmel kíséri azoknak a megvalósítását. Feladata a településfejlesztési és közösségi beruházások terveinek előkészítése, a környezetvédelmi problémák tárgyalása, valamint a közterületek és a műemlékvédelem kérdéseinek kezelése. Gondoskodik az önkormányzati vagyon nyilvántartásáról, valamint hasznosításáról, és ellenőrzi a költségvetés teljesülését, a pénzügyi gazdálkodást és az önkormányzat hitelügyleteit. A bizottság elnöke Visz László. Partnerség és együttműködés. Vörösvár polgármestereként számomra fontos, hogy a helyi szervezetekkel egy támogató kapcsolatrendszert tudjunk kialakítani. Azt gondolom, hogy ez jó úton van, jó úton halad. Remek az önkormányzat viszonya a német nemzetiségi önkormányzattal. Számos közös kezdeményezésen vagyunk túl. Már a büszkén mondhatom, hogy a 2019-24-es ciklusban is nagy hangsúly került a hagyományok tiszteletére és őrzésére. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Pirisvörösvári svábságnak lehessen egy úgynevezett fellegvára, ez a sváb sarok. Nagyon jó gazdája van, mindenki láthatja, hogy egy élettel teli közösséget, élettel teli közeg, gyakorlatilag rendszeresek, heti szintűek a hagyományőrző és hagyományápoló programok. Büszkén tudjuk képviselni és továbbvinni a sváb hagyományoknak megfelelő ünnepi rendezvényeket, ilyen például a születi felvonulás, vagy akár a múlt vasárnapi nemzetiségi délután. Azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések és műsorok nem csak az idősebb generációnak kedvesek, hanem lehetőséget nyújtanak, és adnak a fiataloknak megmutatni a tehetségüket, akár legyen az nemzetiségi táncegyüttes, vagy nemzetiségi fúvós zenekar. Az intézmények vezetőivel napi szintű kapcsolatban vagyunk, mindig nyitottak voltunk és vagyunk, és a jövőben is nyitottak leszünk a közös munkára, valamint igyekszünk támogató kezet nyújtani a felmerülő igények kielégítésére. A legfrissebb példa lehet erre a templomtéri általános iskola, a helyi tankerülettel közös finanszírozású legújabb beruházása, ahol közös erővel és közös költséggel az érdi tankerülettel kettő tanteremnek a aljzata, elhasználódott aljzata újulhatott meg, valamint egy vizes blokk főnyomó cső, amely nagyértékű beruházásnak számít, újulhatott meg. Azt gondolom, hogy az ilyen közös beruházásoknak voltak is előzményei, vannak is és lesznek is foganatjai, illetve foganatja, mindent megteszek annak érdekében, hogy a tankerülettel közösen a templomtéri iskolánk is fel tudjon zárkózni színvonalba, élhetőségbe, infrastruktúrálisan is nívóban a vásártéri iskolánkhoz. Egyesületeink felvirágoztatása is egy kezdeti közös és alap elképzelésünk, illetve célunk volt. Visszagondolva és visszanézve az elmúlt 5 évet, azt gondolom, hogy ezt is sikerként könyvelhetjük el. Nem csak önkormányzati támogatásokkal segítjük a
az egyesületeink működését, hanem országos és vármegyei pályázatokba is igyekszünk beintegrálni őket, és igyekszünk ehhez segítséget is nyújtani. Személyes jó kapcsolatom van a vezetőkkel, szinte kivétel nélkül mindenkivel rendszeres a kapcsolat, és azt is elmutatom, hogy mindenki rendszeres, minden egyesület rendszeres vagy alkalmi támogatást kapnak, amit igényeltek az önkormányzattól. Polgárőreink is megbecsülést kaptak az elmúlt években, illetve az azelőtti évekhez mérten, azt gondolom, ugyanis 2022 nyarán egy új Suzuki Vitara típusú járőrautót adhattunk át nekik használatra, felmatricázva a hatékonyabb szolgálatukat elősegítve. Életmentő és súlyos allergiás rohamnál használható úgynevezett EpiPen injekciót kaptak a pirisvörösvári intézményeink, a bölcsödéink, az 5 óvodánk, a 3 általános iskolánk, a gimnáziumunk, a zeneiskolánk, a művészetek háza és könyvtárunk, a nevelési tanácsadónk, valamint a városi napos oldal, a szociális központunk is. Bizonyára a legtöbbünk számára ismert, hogy 2022-ben Budapesten történt egy tragédia, amikor is egy 7 éves kisfiú ünnepségen számára allergiás ételt vett magához, egy tortázás közben, ha jól emlékszem, mogyoró allergiája volt, vagy dió, nem tudom pontosan, úgynevezett anafilaxiás rohamot kapott, és ha nem lettek volna ott ezek az injekciós tollak, akkor könnyen lehet, hogy nem tudták volna megmenteni az életét. Ezért ebből a jó példából tanulva mi sem tétlenkedtünk, és beszereztük az intézményeink részére ezeket a injekciós tollakat. Azt gondolom, az egyik szívügyem a testvértelepüléseinkkel tartott élő kapcsolat, erre megpróbálok kiemelten figyelni és őrködni e felett. Igyekszem minden testvérkapcsolati meghíváson ott lenni. Ez sokszor nem egyszerű, de azt gondolom, hogy nem összeegyeztethetetlen. Ilyen testvértelepülési kapcsolatot, jó kapcsolatokat ápolunk Borszékkel és 3 német testvértelepülésünkkel, Gerstettennel, Gröbencellel és Verheimmel, valamint nem hivatalosan, de szeretném megemlíteni, hogy a kárpátaljai Badalóval is, amely mindenki tudja, hogy egy háború sújtott a terület Ukrajnában, ahol hál' Istennek harcokkal magyar honfitársainknak nem kell egyelőre még, és remélem nem is fog kelleni a jövőben szembenézniük. Számottevő magyar lakosság él ott, és igyekszünk őket is nem hivatalos testvérkapcsolat keretein belül, de azt gondolom, hogy úgymond nagy testvérként segíteni őket. Erre jó példa volt, hogy 30 évvel ezelőtt német testvértelepüléseink is, ahogy tudtak, segítettek minket. Én azt gondolom, hogy nem csak a könnyebb és a egyszerűbb részét kell kivenni a testvérkapcsolati lehetőségekből, hanem a jó példából tanulva a elesettebb és szegényebb és nehezebb helyzetben lévő, kevésbé komfortosabb testvérkapcsolatokat is, vagy nem testvérkapcsolaton keresztül, de magyar honfitársainkat is segíteni kell. Legutóbb október 3-án jártam ez évben a német egység napján, ahogy minden évben is, Gerstettenben, Hollauer György képviselőtársammal, ahol a hagyományokhoz híján magyar aktualitásokat igyekezvén bevonva
beszédet is mondtam. 2024-ben idén mi is viszont fogadtuk testvérkapcsolati delegációt a születi ünnepségünkön, ahova érkeztek Gelstettenből, Borszékról és Badalóról is. És szintén az egyesületekkel jó, való jó kapcsolat példája, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekarral is a német testvérkapcsolati programot is napi szinten mondhatni egyeztettük, és ezért a Feldhoffer Jani emléktáblája itt ebben az épület bejáratánál is úgy tudtuk felavatni, hogy a gelstetteni fúvószenekar teljes létszáma és a gelstetteni vezetés is itt tudott lenni az emléktábla avatáson. 5 évre visszatekintve elmondhatom, hogy a katolikus egyházzal is szoros partnerkapcsolatban állunk, ha szabad így nevezni. Idén sikerült megtámogatni a plébánia egyik kerítésének a blokkja felújításakor anyagilag támogatni az egyházat, valamint 2 millió forinttal támogatta az önkormányzat 2022-ben a Nagyboldogasszony plébánia templomunk homlokzati felújítását. 2021-ben a tűzoltóságunk egy új Mercedes tűzoltóautóval gyarapodott. A meglévő 2 gépjármű fecskendő mellé Németországból érkezett a Mercedes, ami 2500 liter vízszállítására alkalmas. Nem mai darab, de mi ennek is nagyon örülünk. Különösen értékes autó tekintettel arra, hogy ha jól emlékszem, 10 pár ezer vagy 20 pár ezer kilométert futott csak, ez Németországban egy tartalék tűzoltóautóként szolgált. A jármű behozataláért és önzetlen gondviselésért, felújításáért köszönetet szeretnék mondani Újvári Attilának, valamint Fejfer Ferencnek, tűzoparancsnok úrnak, akivel felkerestük a Little Daxer akkori tulajdonosát és vezetőjét, Engelbert Ligl urat, aki önzetlenül felajánlotta segítségét abban, hogy megvásárolja ezt a tűzoltóautót a Tűzoltó Egyesületnek. Célunk volt a helyi vállalkozókat is aktívan bevonni a város vérkeringésébe, valamint a város fejlesztésébe. Ahogy a képen is látható, az UBM cégcsoporttól egy rendezvénysátrat kapott a város, valamint a Redrán, mondhatni már országos híre, szertett futóversenyt is az UBM-mel közösen indítottuk el. A Saint-Gobain Hungary Kft. Is folyamatosan az általa termelt és előállított építőanyagokkal támogatja a városunkat, hol a templomtéri általános iskola vizes blokk felújításakor, hol a város kátyúzásakor, zsákos aszfalttal, vagy éppen a szilárd útburkolattal el nem látott utcákon a bányában található murvával is. 2023-ban a templomtéri iskolában, ahogy az előbb is a vizes blokk felújításokat említettem, sikerült közös erővel, vállalkozói együttműködéssel, segítségnyújtással majd az összes vizes blokkot felújítani. Ha jól emlékszem, egy van még hátra, ezt igyekszünk idén befejezni. A gépészeti munkálatokat a Ideál Komfort Kft., a villanyszerelést a Linovil Kft. Szakemberei vállalták. Mindehez a Hostetter építőanyagcentrum kedvezményesen adta az anyagot, valamint, ahogy az előbb is említettem, a Saint-Gobain biztosított ingyenesen építőanyagot. A
ha jól emlékszem, az 5. éve rendkívül sikeres babacsomagunk, bevezetett babacsomagunk sem jöhetett volna létre a helyi gyógyszertáraink támogatása és összefogása nélkül. Itt is évek óta szoros partnerként számíthatunk a Sikari Patika mellett a vízöntő gyógyszertára is, de a harmadik gyógyszertárunk, a Kulcs Patika is részt vett társadalmi szerepvállalásban, ugyanis az idősek napján, ha jól emlékszem, 2021 vagy 2021-ben egy vitamincsomaggal támogatta a, ha jól emlékszem, a 70 év felettieket. Éppen egy hete vagy kettő tartottuk a Reál Gruppal az idei ismételt őszi faültetést, ahol idén a cégcsoport felajánlásából 55 facsemetét ültettünk el a Görgei játszótér és környékén, valamint a körforgalom környékén is. Valamint a búcsútéren is. Rendszeresek Pilisvörösváron a szűrések is. Fontosnak tartjuk a lakosság figyelmét felhívni a prevencióra, ugyanis a világ a prevenció felé tart, tehát a betegség megelőzése minden esetben a cél. Tüdőszűréseinken több ezres részvétel volt átlagosan, míg Magyarország egészségvédelmi programjainak keretein belül Vörösvárra érkező szűrőbusz is teltházas érdeklődésnek örvendhetett. A Művészetek Háza és a Napos Oldal Szociális Otthonnal közösen minden évben jótékonysági táborokat rendezünk rászoruló fiataloknak, ahol szintén számíthatunk a helyi vállalkozók hozzájárulására és támogatására. Tavaly például 32 gyerek nyári élményeihez járult hozzá a város, és rengeteg támogató, ezt ezúton is köszönöm nekik. A résztvevők ez alkalommal a vakáció első hetét a helyszín biztosító Rosenhof lovardában töltettek el egy kellemes nyarat, ahol Wippelhauser, Dóra és Hollaer György jelentős szerepet vállaltak a szervezésben és a bonyolításban. A gyerekeket rászorultsági alapon a városi napos oldal az iskolákkal együttműködve, valamint a szociális osztályunkkal együttműködve választotta ki. Korosztályt tekintve elsőstől nyolcadikosig részt vehettek a táborban. A táborok lebonyolításakor kiemelt partnerként számíthattunk a Pitatusra, Deli Bistróra, a Jó WC-re, a Ziegler Siegfriedre, az Emil cukrászdára, valamint a húsműhelyre. Ezt ezúton nekik is köszönöm. Ahogy említettem már, a ciklusban, az előző 5 éves ciklusban különös és kiemelt figyelmet kaptak civil szervezeteink. 2019-ben a hegyi egyesületeink 11,5 millió forint keretösszegből kaphattak támogatást. Ezt az összeget sikerült a háromszorosára növelni, és idén már 32,7 millió forintot tudunk civil szervezeteink támogatására fordítani. Továbbá ennek keretében részesedhetőek körét is bővítettük az évek során. Emellett ingyenes helyszín használatokkal esetlegesen felmerülő igény esetén alkalmi támogatásokkal is segítjük őket. Erre a legutóbbi példa a Német Nemzetiségi Táncegyüttes, aki kérelemmel fordult az önkormányzathoz, és a képviselőtestület ezt is pozitívan fogadta, így a 70 éves jubileum ünnepségüket is támogattuk, de számos ilyen példa van a múltból. A főzőkonyhánkban is folyamatosak a fejlesztések,
Idén elmondható, hogy átlagosan több mint 1800 adag ételt készítenek naponta. Remélem hallanak továbbra is. Ehhez hozzáadódik, köszönöm szépen a ételhódásra készített kb. Napi 50 adag. Ez gyakorlatilag majdnem 2000 adag. Ételt jelent naponta, amit a főzőkonyhánk előállít. Főzőkonyhánkat is igyekszünk folyamatosan fejleszteni. A mindennapi vagy mindenéves felújítások, szükségszerű felújítások mellett a szállításokban nélkülözhetetlen járművek beszerzéséről is gondoskodtunk. Gyakorlatilag elmondható, hogy pár éves modern eszközparkkal szállítják az ételt az intézményeink számára. Egy Citroen Jumper, pár éves, és egy Ford Transit típusú gépjárművel, ami, ha jól emlékszem, nincs két éves. Valamint az elszívó rendszer is fel lett újítva. Most röviden pénzügyeinkről. A következőben látható diagram jól szemlélteti, hogy a költségvetésünk konszolidált halmozódásoktól mentes főösszege az elmúlt 5 évben közel 2,5-szeresére nőtt. 2019-ben a városi költségvetés konszolidált főösszege 2,9 milliárd forint volt, 2024-re ez több mint 7-es milliárdra nőtt. De mindeközben településünknek mindenki által ismert, soha nem látott megvonásokkal kellett szembenéznie. A gépjárműadó maradéktalan elvonása 2020-tól mintegy 60 millió forint bevételkiesést eredményezett. 2020-21-ben jött a Covid, okozta világválság, 2022-ben pedig a Sberbank végelszámolása miatti bizonytalan időre elérhetetlen városi megtakarításunk, majd ezt még tetézte az energiaválság is. A város maradványának kimutatása is jól szemlélteti, hogy közel háromszoros növekedést sikerült elérni. 2019-ben 585 ezer forint volt az összmaradvány érték, míg 2023-ban már 1,7 millió forint volt. A maradvány alakulásában fő szerepe volt a mindenki által ismert rengeteg nyertes pályázatunknak. Itt csak példaszerűen szeretném felsorolni a harmadik házi orvosi rendelőnk megvalósítását, a járdafelújításainkat, a régi búcsútér átalakítását, az új bölcsöde építését, a pámprek, valamint a görpályán építését, és itt szeretném felsorolni a top pluszos pályázatainkat is, ami 3,5 milliárd forint összösszegű. A dologi és személyi kiadásoknál jelentős megtakarítás keletkezett, a évről évre tartott takarékos gazdálkodásunk eredményeképpen, valamint az évvégi tartalékaink összege is magasak voltak. 2019-ben ingatlan eladásból 110 millió forint plusz bevétele származott az önkormányzatnak, ez is növelte a maradvány összegét. Itt szeretném megjegyezni, hogy az előző ciklusban ingatlan eladásból 1 forintot se költöttünk másra, tehát azt szeretném ezzel kifejezni, hogy ami ingatlan eladásból bevétele származik az önkormányzatnak, azt az elvet képviseljük, és jól lehet a következő ciklusban is ezt fogjuk képviselni, hogy ingatlan eladásból származó bevételt azt csak és kizárólag szintén ingatlan vásárlására szeretnénk visszaforgatni.
Igen, 2020-ban viszont a 60 millió forintos gépjárműadó elvonás miatt a szabad maradvány 509 millió forint helyett csak 449 millió forint lett. A kötelezettséggel terhelt maradvány tartalmazza már megkötött szerződések kötelezettségvállalását, ami több évet érint, valamint a megnyert pályázatainkra lekötött összegeket is. A szabad maradványaink egy részét a költségvetés tervezésekor használjuk fel, ha szükséges, illetve a zárszámadáskor helyezzük tartalékba. Az intézményi tartalékok soron az el nem vonható maradványok szerepelnek. A pirisvörösvári szakrendelőnk úgynevezett NEAK, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott intézmény, ezért a maradvány összege nem elvonható, illetve korábban a Művészetek Háza által működtetett büfévállalkozási tevékenység maradványa sem került elvonásra. A szolidaritási hozzájárulást az egy lakosra jutó adott évi költségvetési törvényben meghatározott összegű adóerőképességgel rendelkező települések teljesítik a központi költségvetésnek, ami javítja a hátrányosabb helyzetű települések esélyegyenlőségét. Ez az összeg hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához. Ez a hozzájárulásunk 2019-ben 110 millió forint volt, az idén már 260 millió forintra fog emelkedni. Az önkormányzat működési célú támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatását. Ez az összeg is közel duplájára emelkedett az elmúlt 5 évben. Az állami finanszírozás az önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, a gyermekétkeztetési feladatok, valamint a kulturális feladatok ellátásának támogatását tartalmazza. 2019-ben 750 millió forint állami támogatást kaptunk, míg 2023-ban ez az összeg már 1,5 milliárd forintot tett ki. Pirisvörösvár város önkormányzata 6 intézményt tart fenn, illetve finanszíroz és működtet. Ilyen a Pirisvörösvári Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Ellátószervezet, Pirisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodánk, a Pirisvörösvári Tipegő Bölcsöde, a Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár, valamint a Pirisvörösvári Szakrendelő. Intézmény fenntartási támogatásaink is nőttek. 2019-ben még 998 millió forint volt, 2023-ban pedig már 1,5 milliárd forintra növekedett. Az intézmények finanszírozásához az állami támogatáson túl, tekintettel arra, hogy ez nem elegendő, az önkormányzat is jelentős összeget tesz hozzá. A szakrendelők esetében azért alacsony a finanszírozási összeg, mert a NEAK által finanszírozott intézmény, így az önkormányzat eseti eszközbeszerzésekhez járul hozzá, mint például a röntgengép vagy az ultrahangkészülék megvásárlása. Szociális intézmény fenntartó társulás, a napos oldal által ellátott szociális feladatokra, valamint a család és gyermekjóléti központ által ellátott feladatokra az önkormányzat az állami támogatás átadásán túl még társulási hozzájárulást fizet. Ennek az összege is évről évre emelkedett. 2019-ben 39 millió forint volt, 2023-ban már 54 millióra nőtt. A pénzforgalmi bevételek az adóellenőrzéseknek és a folyamatos behajtásoknak köszönhetően 2020-tól folyamatosan nőnek. Mindegyik adónemben az adóbevételeink 2021-től meghaladják az előirányzat szintet. Az idei évben 2024. október 31-i
adatok alapján, ahogy a grafikonon is láthatják, az iparűzési adó 104%-ban, a magánszemélyek kommunális adója 103%-ban, a talajterhelési díj 183%-ban, a bírság és késedelmi pótlék 586%-ban teljesült a 2024-es előirányzathoz képest. Fontosabb változások az elmúlt 5 évben, amelyek az adó bevételeink alakulására hatással voltak. Ugye már az előbb említettem, hogy a gépjármű adóztatás rendszere 2004-től az országos jármű nyilvántartás alapján a belügyminisztérium által szolgáltatott éves, illetve havi adatállományokon alapult. A gépjárműadó bevétel 40%-a 2019. december 31-ig az önkormányzatot illette, azonban 2020. április 26-tól január 1-re visszamenőleg a teljes bevétel elvonásra került, ami a 2020-as évben 60 millió forintot eredményezett. Azaz 60 millió forint kiesést eredményezett. Azonban ezen elvonás ellenére az adóztatás adminisztratív feladatainak ellátását továbbra is az önkormányzati adóhatóságnak kellett ellátnia. Az iparűzési adóról 2020. január 1-től az önkormányzat képviselőtestülete a helyi adókról szóló 23/2019 október 29-i önkormányzati rendeletével az iparűzési adó mértékét 1,55-ről 1,85%-ra emelte, azonban a további emelés lehetőségével a teljes ciklus alatt már nem éltünk. Pilisvörösváron a legnagyobb bevételt eredményező adó nem az ez. Az adóbevételek 80-90%-át teszi ki. Az iparűzési adóból befolyó bevételek annak ellenére is emelkedtek az előző évekhez képest, hogy a Covid-járvány, a nemzetgazdaságot érintő hatások enyhítése érdekében a kormány a vállalkozások számára egy enyhítő segélycsomagot dolgozott ki, történetesen a mikro, kis és középvállalkozásokra tekintettel. A 2021 és 22-es iparűzési adómértéket 1%-ban határozta meg. Ez is látványos kiesést eredményezett, úgymond, ebben az időszakban. Azonban mindezek ellenére az adóbevételeink növekedése látványos. Az előző ciklusban közel 5 év alatt az adóbevétel a duplájára nőtt, míg a talajterhelési díjból és a bírságokból, valamint a behajtásokból származó bevételek is olyan mértékben növekedtek, hogy az elvont gépjárműadó kiesést is bőven kompenzálni tudják. 2020 és 22 közötti évben három adónemünkben átfogó ellenőrzésre került sor. Az adóbevallásukat elmulasztó adóalanyok vonatkozásában ezeket az ellenőrzéseket hasonló szigorral és ütemben továbbra is folytatni fogjuk. Az iparűzési adóban 2020-ban még be nem jelentkezett, illetve a bevallásukat elmulasztó adózók felkutatása 2021-22-ben folytatódott, és így a felszólítások hatására 13,6 millió forint összegű adó folyt be. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében 2021-22-ben összesen 715 adóalany került felszólításra. Ennek eredményeképpen közel 2 év alatt
több mint 10 millió forint plusz bevétel keletkezett. Itt szeretném megemlíteni, hogy az előző ciklusban a kommunális adó fizetése alól mentességet biztosítottunk az önkéntes tűzoltó és polgáregyesületünknek, valamint az összes tagjának, ezzel is elismervén az áldozatos munkájukat. 2021 és 2022-ben a talajterhelési díj vonatkozásában is hathatós ellenőrzés történt, aminek a hatására közel 5 millió forint összegű adóbefizetés érkezett az önkormányzat számláira, és 9 millió forint kivetett adóra részletfizetési engedély megadására került sor méltányosság gyakorlása keretében. Az adóztatási munka, azt gondoljuk, hogy az egyik legnehezebb részfeladata a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. Az adócsoport azonnali beszedési megbízást, úgynevezett inkasszót, nyugdíjletiltást, jelzálogbejegyzést kezdeményezett a hátralékos adósokkal szemben. Így az önkormányzati köztartozások 2020-as év májusától havonta bejelentése kerülnek a NAV felé, és így a visszaigényelhető adóból ezt levonják. 2020-ban a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt is új eljárás nem lehetett indítani a munkabére és a nyugdíjletiltásra. Erre csak 2020 novemberétől volt újra lehetőségünk. Az önkormányzati adóhátralékok csökkentése érdekében 2020-tól folyamatos behajtási tevékenységet végez az adócsoportunk. Ennek hatására az adóbevételek és a behajtható adóbevételeink növekvő tendenciát mutatnak. 2023 második felében egy átfogó végrehajtási eljárás indult az adó hátralékos adósokkal szemben, melynek hatására a befolyt adóbevételek több mint 90 millió forintot tettek ki. Ez az előző évhez képest jelentős emelkedés volt. Szociális ügyeinkről röviden. A városvezetés érzékelve a háborús helyzet miatt a sokszorosára emelkedett energiaköltségeket, illetve a magas hazai inflációt is a szociális rendeletünk módosítására tett javaslatot a testületnek, amelyet az el is fogadott. A változtatásra a fentiek mellett azért is volt szükség, mert az állami szociális támogatások igénybevételéhez előírt jövedelmi hátrányokat a kormány nem módosította, így sokan kiestek ebből az ellátási formából. A jövedelem határok emelésével kedvezőbbé válnak a helyi pénzbeli szociális támogatások feltételei, a változás a lakhatási, a gyógyszer és a rendkívül települési támogatásokat érintették a legfőképp. A módosítást az indokolta, hogy 23. január 1-e óta a kérelmezők egyharmada kiesett ebből a támogatási formából, azaz a támogatásra jogosultak köréből a nyugdíjemelés hatására. Ez a lépés azt gondolom, hogy nagy segítség az érintettek számára, azonban az infláció, különösen az élelmiszer ár emelkedések miatt magas életszínvonalesés következik be az önkormányzati támogatás elvesztésével ezeknél a háztartásoknál. A módosítás során a jövedelem határok miatt, amelyek alatt az igénybe vehető támogatás 20-50%-kal emelkedett, és ezáltal az erre jogosultak köre is kibővült. Bevezettük az újszülöttek pénzbeli támogatását,
2024-ben ez az összeg már 20 ezer forint. A 70 év felettiek ajándék utalványáról is röviden. Az elmúlt ciklusban 3 ezer forintról 10 ezer forintra emeltük meg a 70 év felettiek karácsonyi vásárlási utalványának az összegét. Ez azt jelenti, hogy 2080 darab utalványt összesen 21.064.160 forint összegben biztosított az önkormányzat erre a célra. A tüdőszűrés is évek óta megszokott, bevált, tágas a szűrésre megjelenőket megfelelő környezetben fogadó helyszínen van már évek óta. A tüdőszűrésen résztvevők magas létszámban jelennek meg. Minden évben 2023-ban 3171 fő jelent meg. 2021-ben szerveztük meg először a ruhagyűjtési akciónkat, melynek a célja az volt, hogy a háztartásokat segítsük megszabadulni a felhalmozott és feleslegessé vált, de jó állapotú ruhaneműktől, és ezeket jó célra tudjuk fordítani, és ezzel az arra rászorulókat támogatni tudjuk. A ruhagyűjtés sikeresnek bizonyult ezt a elkövetkezendő években is. Évi két alkalommal folytatni fogjuk. Az önkormányzat az úgynevezett babacsomaggal is mindig szem előtt tartotta a családok támogatását, ezért 2020. februárjában úgy döntött, hogy bevezeti először a születési, majd később ezt kiegészítve természetbeni születési támogatást. A babacsomagot az önkormányzat két helyi gyógyszertár közreműködésével és támogatásával, a Sikari patikával és a Vízöntő patikával összefogva hozta létre. A két támogatást, a születési támogatást és a természetbeni születési támogatást 33.200 forint értékben kapja minden újszülött pirisvörösvári gyermek. Emellett minden évben minden 25. szerencsés baba külön köszöntésben részesül a Városházán, és a csomag mellett vörösvári motívumokkal díszített babaruhát, vörösvári kifestőt, zsírkrétát, matricákat és bögrét is kap, valamint a foltfaló technikával készített takarót is, egy kedves állatfigurát a Cérna Rézik felajánlásának köszönhetően. 2023-tól a születési és természetbeni születési támogatásra jogosult szülő újszülött gyermekét megajándékozzuk egy gyümölcs vagy csemetével is, mely a növekedésével jelképezi gyermek fejlődését, cseperedését. A facsemeték átadására minden évben két alkalommal, tavasszal és ősszel kerül sor. A tanév kezdéssel egybe kötve megvalósítottuk az úgynevezett Tovi gyümölcs programot, ami az a vörösvári óvodásaink egészséges életmódjának támogatása érdekében jött létre önkormányzati támogatással, ahol is szeptembertől minden nap friss zöldséget és gyümölcsöt biztosít a gyerekek számára. Ugyanaz emmi rendelet ezt elő is írja, de ettől magasabb minőségben és mennyiségben az emmi által előírtakat megnövelte az önkormányzat. Szezonális zöldség és gyümölcsadagot biztosítva számukra, melyet a városi főzőkonyha szállít ki az óvodáinkban. Így szeretném megköszönni a családjainknak, hogy az elmúlt időszakban, években, évtizedekben a hozzájárulásokkal segítették a gyermekek változatos zöldség-gyümölcs fogyasztását, de büszkén jelentetem be, hogy ez a plusz teher idén szeptembertől megszűnt számukra. Most szeretnék áttérni a műszaki fejlesztéseinkre. 2019-től kezdődően 13 utcánk kapott részben vagy egészben szilárd útburkolatot, összesen majdnem 5 kilométer hosszan. Ezek a Béke utca befejezése, Ómüller Márton utca, Mincenti utca, Réti Zoltán utca, Frejeker utca, Csendbiztos utca, a Szent Imres utcáig, Gólya Seregély utca, Barackos utca, Útörház utca, Madarász Viktor utca, Szent Imre utca és a Fácán utca. Még kimondani is hosszú. A
Szabadság utcában, a Vásártértől a gimnázium tartó szakaszon mindkét oldalon felújításra kerültek a járdák, megszüntetésre kerültek a nyílt vízelvezető árkok, és zárt csapadékvízelvezetés került kialakításra. Emellett az árokfedéseknek köszönhetően új párhuzamos parkolóhelyek kialakítása is megvalósulhatott. A Vásártér bejáratánál egy kiemelt, úgynevezett kiemelt gyalogos átvezető épült, ezzel biztonságosabb átkelést biztosítva a gyalogosoknak. Ezen felül a Vásártérrel szemközt lévő buszmegálló is áthelyezésre került a Művészetek Házától a Friedrich Schiller gimnáziumhoz, ezáltal a 10-es útra kinyúló forgalmi akadályokat megszüntetve. Az árkok befedésével a parkolóhelyek száma is növekedett, a buszmegálló áthelyezése, hogy az előbb is mondtam, a forgalmi torlódást volt elsősorban hivatott megszüntetni. Ezáltal a Vásártérről a 10-es útra a kijutás is könnyebbé vált, és a gyerekek iskola környéki közlekedése is biztonságosabb lett. A terület átalakításának a gondolatának megfogalmazódása már egy korábbi időpontban megtörtént, azonban az előző ciklusban a pénzügyi fedezet is megteremtődött, a terveket kidolgozták, és ez a nagyszabású fejlesztés is megvalósulhatott. 2019 óta 20 helyszínen építettünk járdát, összesen majdnem 8 km hosszan, a következő helyszíneken. Iskola utca, Templomtér, Bányató utca, Szabadság utca, Szent Erzsébet utca, Csobánykai utca, Nagy Imre utca, Kápolna utca, Görgei utca, Harcsa utcában a vasúti átjáróig, Széchenyi utcában a templom bejáratáig, a Ponty utcában a vasúti átjáró előtti kereszteződéséig, a temetőben a Petőfi Sándor utcában a főút felüli jobb oldalon, az iskola közben, idén pedig az új bölcsőde mellett parkolóval együtt, a Szabadságligeten a vasútállomástól a Kápolna utcáig közvilágítással együtt, Tavasz utcában a Csokonai és a Kisfaludi utca között, az Aulich utcában és a Báthori utcában. Megemlíteném még a Kisfaludi utcában épült gyalogátkelőt, amit 2023 őszén adtunk át. Röviden a pályázatainkról. 2023. október 31-i állapot szerint az idei évben már 2,7 milliárd forint értékben kaptunk top pluszos pályázatainkra pozitív elbírálást. A képviselőtestület ebben az évben a januári ülésén határozott arról, hogy a top pluszos úgynevezett helyi humán fejlesztések című pályázati felhívásra önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújt be, és több intézményt összefogva vesz részt a projekt megvalósításában. Ezek a Vörösvári Szakrendelő, a Művészetek Háza és a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda. A projektre elnyerhető keretösszeg 607 millió forint, ami igen jelentős, és 100%-os visszanemtérítendő állami támogatást jelent. Ebből az összegből megvalósulhat az óvoda pedagógusaink szakmai támogatása a sajátos nevelési igényű gyermekeink nevelése terén, a képzésen túl terápiás módszerekre és eszközökre is mód lesz a tagóvodáinkban. Támogatást kaphat az óvodai közösség az integrációs érzékenyítésben, kommunikációban. Az óvodai mozgásfejlesztés, az óvodapedagógusok szakmai támogatása a mozgástanítás és a gyermeksport népszerűsítésével, az úgynevezett egészségőr programunkat is megvalósíthatjuk, digitális egészségfelmérésre kerülhet sor 3000 pilisvörösvári lakos részére a szakrendelő szervezésében. Egy körülbelül 70 millió forint értékű mammográfiai készüléket fogunk beszerezni, amelynek beszerzése már folyamatban van. Mindenki tudja, hogy
a népegészségügyi célú emlőszülésre a tünetmentes 45-65 éves női korosztály a legveszélyeztetettebb. És ezeket a szűréseket már nem csak Budapesten lehet majd elvégezni, hanem itt helyben is. Azt gondolom, hogy ez szintén nagy dolog a vörösvári fejlesztéseket érintően. Szűrési napok lesznek továbbá ezen pályázat keretében évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel. Megvalósulhat az úgynevezett Út az egészséghez program, ami egy egészséges életmódváltó program lenne a szakrendelő szervezésében. A Művészetek Háza koordinálásában a Mindennapi Okosságok címmel egy programsorozat kerül bevezetésre, amelynek keretében a digitális ismeretek fejlesztésére, a online világ biztonságos kezelésében nyújthat majd segítséget ez a program. A fiataljaink és gyermekeink részére a helyi értékeken alapuló online játék fejlesztése valósulhat meg a fiataljaink bevonásával Vörösvár On címmel, valamint táborokat, gyermekszínházi előadásokat, játszóházakat, tudásmegosztó programokat és egy helyi heti rendszerességgel látogatható klub működtetését tervezzük Bandázó címmel. Érezd magad otthon címmel olyan kezdeményezést indítanánk, amikre a fiatalok együttműködésével város különböző helyszínein vizuális nyomot hagyhatnak, megjelenítve a generációjuk képi világát. Ezzel dekoráció kerülhetne a vasúti aluljáróba és akár a városi könyvtár udvarának falára. A mindennapi testmozgást is célul tűztük ki, ezért sportág választó és kerékpározást népszerűsítő események is lennének a megvalósítás érdekében, éveiben. A top pluszos pályázataink gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázatunk keretében a Grádus tagovodánk és a Széchenyi utcai tagovodánk udvarának felújítása valósulhat meg a közeljövőben 190 millió forint értékben. Helyi egészségügy és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázat keretében 622 millió forint értékben nyújt majd lehetőséget a pilisvörösvári szakrendelő bővítésére. A búcsútér irányában a mentőállomás épülete mögött egy teljesen új épületszárny kerülne megépítésre, ahol a gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségei, valamint a búcsútér felől azonos szinten a főépületből lifttel akadálymentesen, a főút felől pedig lépcsőn lesznek majd megközelíthetőek ezek a helyiségek. 170 millió forint értékben a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése keretén belül a Városi Napos Oldal Szociális Központ területén az értelmi fogyatékosok helyisége, épülete újulhatna meg, amely sajnos az elmúlt években megsüllyedt, és ezen kívül az üzemeltetése is rendkívül gazdaságtalan. Pozitív elbírálást kaptunk szintén az Élhető Települések című pályázatunkra is, ami 680 millió forint keretösszeggel támogatná, illetve támogatja a pilisvörösvári Dózsa-György utca felújítását a útépítéssel együtt a meglévő betonfolyókás nyílt vízzel vezetéses zárt csapadékcsatornára történő átépítésével, Szent János és a Nagy Tó közötti nagy vízfolyás befogadónál a Nagy Tónál tervezett hozzávetőleg 300 folyóméter hosszú csapadékcsatorna
kiépítését is. A nagy tó déli és délnyugati szakaszának partvédelme is 50 méter hosszan, 4-6 méter magasságban is megújul. Az Zrínyi utcai, a Lőcsei utcai, a Rákóczi utcai, a Görgei utcai és a Béke utcai sportpályák felújítására 4300 négyzetméter felületen kerül sor felújításra. Városunkban megfelelő és elegendő játszótér biztosított a gyermekeink számára, azonban ezek elavultak az elmúlt 20 évben, így a fejlesztésük nélkülözhetetlenné vált, ezért a játszótereink is büszkén mondhatom, hogy az elmúlt években megújultak, és ahogy látom, figyelem, a gyermekek nagy örömmel használják, és vették újra birtokba. A helyi gazdagság fejlesztéses TOP plusz pályázatunk keretében 144 millió forintból Széchenyi utcai termelői piac is átépítésre kerül. 300 millió forint értékben szintén pozitív és kedvező elbírálást kapott a belterületi utak fejlesztése című TOP pluszos pályázatunk. Itt a pályázat keretein belül az Egressy utcában 266 folyóméter, a Csuka utcában 237 folyóméter hosszan új szilárd burkolat és szikkasztó árok, úgynevezett burkolt ákos csapadékvíz elvezető rendszer fog épülni. A Harcsa utca nyugati részén a szilárd burkolatú kanyartól a nagy tó felé 264 folyóméter hosszan szintén új szilárd burkolatú út fog épülni. A Dózsa-György utcában az iskola köztől a Grádusz óvodáig 666 folyóméter útkorrekció fog megvalósulni, és párhuzamos parkolók kiépítésével akadálymentesített járda fog épülni. Röviden a közbeszerzéseinkről. Az elmúlt ciklusban 20 közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nagyobb megvalósult létesítmények az út- és járdaépítéseken túl, az új bölcsödénk, a búcsútér, közpark, a záportározó, 5 tagóvodánkban a napelem, világításkorszerűsítés, a Széchenyi óvodában, az Zrínyi óviban hőszigetelés, az Zrínyi óvodában mosdófelújítás, a svábsarok felújítás, főleg a zenenő által benyújtott pályázatokkal, a templomtéri iskola felújítások a helyi vállalkozók felajánlásai által, a sportpályánál felújítások, főleg a PUFC, a futballklub pályázataink keresztül, és a nyilvános WC telepítése a futópályához és a búcsútérre. Ezek voltak a főbb projektek, amiket csak felsorolás szinten tettem meg. A faültetések, a zöldítés is folyamatos a településen, és ezt igyekszünk minden évben fenntartani és megtartani. 18 darab új buszvárót is kapott Pilisvörösvár. A buszvároink cseréjéről a képviselőtestület a 2023-as májusi ülésén döntött. Ebben a változtatásban a városvezetést az jellemezte, illetve az késztette erre, hogy a buszmegállóink rendkívül elhasználódtak, és a cseréjük nélkülözhetetlenné vált, és ezáltal a várók oldalára hirdetési felületek is kerültek, amelyek szintén plusz bevételt eredményezhet a városnak, valamint a pilisvörösvári eseményekről is részletesebb hírt nyújthatnak. Megemlítenék még 2024-ben
átadott és befejezett nagyobb beruházást. Ilyen volt a Görpark. Elkészült a Vágóhíd közelején a csapadékvízelvezetési rendszer, valamint a burkolatok. Bővült a térfigyelő kamerarendszerünk 6 helyszínnel, a Görgei, Rákóczi és Béke utcai játszóterekkel, a Pump Track pályával, a Görparkkal és a Lámkrum parkkal. A korábbi közvilágítás korszerűsítés keretében újabb helyszíneken történt lámpacsere, úgynevezett ledesítés. Röviden szeretném még elmondani, hogy a Puskin utcában 2 darab ingatlannal gazdagodott az önkormányzati vagyon. Az elmúlt ciklusban a úgynevezett 097-es parcellában Bátori utca melletti részen az uszoda környéki területeken több területet tudtunk vásárlással, illetve ingatlan cserével megszerezni, ezáltal is növelve a sport és rekreációs önkormányzati területeket. Hészmódosítások is folyamatban vannak jelenleg, mint például a pirisi feltáró kerékpárút miatt és a villamos hálózat fejlesztése és bővítése érdekében a trafó alállomás elhelyezése miatt is. A kötet egyesület kereteiben trafibox települések zajlottak nem csak a településeken, hanem ahogy láthatják, a környező településeken is, ezáltal biztonságosabbá téve a közlekedést és megelőzve a gyorshajtást. A egyik legnagyobb és számomra legsikeresebb projekt a új bölcsödénk átadása, ami sikeresen megnyitotta a kapuit 2024 áprilisában 40 kisgyermeknek és ezáltal 40 családnak biztosítva a bölcsődei ellátást. Azt gondolom, hogy erre az új gyermeknapközire nagyon nagy szükség volt, hiszen a településünkön eddig csak 26 gyermek vehette igénybe ezt az ellátást. Ezzel a projekttel a bölcsődei férőhelyek száma 26-ról 66-ra emelkedett Pilisvörösváron, ezáltal jelentősen csökkentve a férőhely hiányt. Mindezeken túl 8 új munkahelyet is teremtett a városban. Megszereztük a kemping területének a kemping területét egy ingatlancsere útján, valamint számos önkormányzati lakás felújításra került, és immáron piaci alapon kerül bérbeadásra. Szintén egy jó hír, ahogy láthatják, most már szinte biztos, hogy 2025 nyarán állami beruházásból megvalósuló pilisvörösvári tanúszodánk is megnyithatja kapuit. Erre az október 30-i uszoda bejáráson kaptam széleskörű tájékoztatást a kivitelezőtől. Számos projekteket tervezünk, amelyek jelenleg is zajlanak 2024-ben. Topluszos pályázathoz kapcsolódóan vízkár elhárítási terv felülvizsgálata és települési vízrendezési terv készítése van folyamatban, és a Táncsics utca nagytó találkozásánál partfalvédelem és vízelvezetési rendszer tervezése is folyamatban van, valamint a Városliget sétány és annak a közvilágítása is tervezés alatt áll. A régebbi Hofstadter építőanyag kereskedés helyén, már mindenki tudja, hogy Lidl áruház fog hamarosan nyílni. Itt is az Ady Endre utcától
a Lidl áruház bejáratái közvilágítással egy járda fog épülni. Ezek még sajnos az engedélyeztetési szakaszban vannak, de minden bizonnyal tavasszal megkezdődhet a kivitelezésük is. A Bartók Béla utcánál egy gyalogátkelő terveztetése zajlik, valamint a Madács utcában, a Krallándoknál, más néven, az utca vízelvezetése és a megsüllyedt útburkolata is hamarosan helyreállításra fog kerülni. A jövőbeli terveink között szerepel a ravatalozónk teljes körű felújítása, az útőrház zebra kivitelezése, a régi úgynevezett halastó kemping hasznosítási koncepciója, a balatonfenyvesi üdülő felújítása és a szociális támogatásaink bővítése. Szeretnék még pár szót szólni a Pirisvörösvári applikációról, amit az önkormányzat a ciklus elején azzal a céllal indított, hogy a kommunikációs csatornák fejlesztése révén hatékonyabban, gyorsabban és ügyfélbarátabban tudja a ügyfél és bejelentés kezelést kezelni a hivatalunk. Az igazgatási osztályunk 2020. szeptemberétől kezeli az összes hivatalba érkező bejelentést. A jelzéseink jelentős része az applikáción keresztül érkezik. A telefonra telepíthető alkalmazás hiba bejelentés funkcióján keresztül felhasználó helyszínt, ügytípus, rövid szöveges leírást, fényképet küld a hivatal számára a bejelentő alapadatok megadásával, amelyet a önkormányzaton keresztül a hivatali munkatársaink a ügy teljes megoldásáig kezelnek. A fontos az applikáció rendszeréhez és ehhez hozzá tartozik, és fontos megemlítenem, hogy a bejelentkezések, illetve a bejelentések feldolgozásánál a sürgősség határozza meg a sorrendet, a veszélyes, balesetveszélyes, egészségre ártalmas helyzetek elhárítása, a kóborkutyák, házi állatoknak, a gazdáinak a megtalálása mindig prioritást élvez. Ezt követően a hivatal minden problémát észszerű határidőn belül igyekszik megoldani. Számos pozitív visszajelzés és köszönet is érkezett, melyben a polgárok elégedettségüket fejezték ki az applikációval kapcsolatban, annak a használhatóságával és a gyorsaságával kapcsolatban. Az indulástól 2023. decemberig összesen 1903 bejelentés érkezett az appon keresztül, ami jól mutatja a hasznosságát is. Röviden a Városgazda Kft.-ről. Az önkormányzat 2020-ban alapította a Pirisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.-t, ami egyre növekvő és számos széleskörű feladatot lát már el. Pirisvörösvár mindennapi működésének a hátterét adja, városüzemeltetési és szépítési feladatokat látja el. A Városgazda Kft. Elsősorban városüzemeltetési feladatokat végez, a legtöbb munkát a város zöld felületeinek fenntartása adja, feladatai között szerepel az utcák, terek, parkok gondozása és tisztántartása, de a téli síkosságmentesítés is. A közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása, többek között a közterületeinken lévő berendezések, korlátok, táblák, buszvárok, emlékművek, padok, hulladékgyűjtők fenntartása, karbantartása, valamint ürítése. Ellátják a útjaink, járdáink kátyúzását, csapadékvíz elvezető rendszerek javítását, karbantartását, tisztítását és a előbb is említett téli útüzemeltetést, ami a síkosság elleni védekezést jelenti. Viharkár esetén
közterületeinkkel lévő kidőlt és egyéb balesetveszélyes fák kivágását is ők végzik. És nem utolsó sorban, de mégis a prezentáción végén a közösségépítésről szeretnék pár szót szólni. Pilisvörösvár gazdag kulturális élete számos hagyomány és rendezvényen alapul, amelyek évről évre vonzzák a helyi lakosokat és a látogatókat. Ilyen a szüreti felvonulás, az ősz beköszöntével a városban minden évben megrendezésre kerül a szüreti felvonulás és bál, ami a helyi borászati hagyományokat ünnepli. Felvonulás során lovaskocsik és népviseletbe öltözött részvevők járják be a település utcáit, megállva a főbb tereken, ahol énekkel és tánccal szórakoztatják a közösséget. Ez az esemény nem csak a szőlőtermesztés és a borkészítés hagyományait eleveníti fel, hanem, ahogy az előbb is elmondtam, erősíti a közösségi összetartozást is. Gyereknap és majális. Bátran mondhatom, hogy immárom több évre visszamenőleg tavasszal a városban megrendésre kerül az úgynevezett gyereknap és majális, ami egy családi program keretében játékokkal és színpadi előadásokkal várja a gyermekeket és a szülőket. A rendezvény célja nem csak az, hogy erősítsük a közösséget, a helyi közösséget, hanem az is, hogy a családok közösen tudjanak eltölteni Pilisvörösváron egy vidám napot, aminek keretében a gyermekek szórakozó programokon vehetnek részt. Ilyen a Stégek éjszakája programsorozat is, ami egy különleges hangulatú vízparti esemény, zenei és fényinstallációkkal a helyi stégek és a csónakházak kivilágításra kerülnek, és zenés programokkal, gasztronómiai különlegességekkel várják a látogatókat. Így, akik ellátogatnak erre az eseményre, egyedülálló élményben részesülhetnek a vízparton. Halóverisvár, a város német nemzetiségi hagyományait ünneplő rendezvény ez, ami bemutatja a helyi kultúrát és zenei hagyományokat, egy kis gasztronómiával egybekötve. Programok között szerepelnek a német nemzetiségi előadások, néptáncbemutatók, valamint a tradicionális ételek kóstolója is, ami a német nemzetiségi örökségünk ápolását és megismertetését hivatott szolgálni a lehető legszélesebb közönséggel. Adventi műsorok, amely ez év végén is aktuális. Az adventi időszakban a város ünnepi hangulatot igyekszik teremteni nem csak a város különböző részei lévő ünnepi díszítésekkel, hanem programokkal is. Ilyenek az adventi gyertyagyújtások, a karácsonyi vásár, amelyek zenés előadásokkal egybekötve hozzájárulnak ahhoz, hogy a vörösvári lakosok meghitten tudjanak készülni az ünnepekre, szintén erősítve a közösségi összetartozást és a hagyományaink tiszteletét. A mindenki számára legismertebb pilisvörösvári közösségépítő és közösségerősítő program a Vörösvári Napok, ami sok évtizedes hagyományra tekinthet vissza. Ez Pilisvörösvár legnagyobb kulturális eseménye, ami egy több napon áttartó rendezvény sorozat. A rendezvény keretében koncertek, néptáncbemutatók, kiállítások és gasztronómiai különlegességek szórakoztatják az oda látogatókat. A vörösvári napok célja, hogy bemutassa a város kulturális sokszínűségét és gazdag hagyományát, miközben lehetőséget ad
találkozásokra és közös ünnepségre, ünneplésre. Ezek a rendezvények nem csak szórakoztató szerepet töltenek be, hanem fontos szerepet játszanak Pilisvörösvár kulturális értékeinek a megőrzésében és a közösség összekovácsolásában. Ez a programsorozat minden generáció számára széleskörű és színes programokat kínál, ahol az emberek találkozhatnak és közösen ünnepelhetnek, és vehetnek részt a helyi értékek és hagyományok ápolásában. 2024-ben a Vörösvári Napok leglátogatottabb programja 3800 főt vonzott, a legnépszerűbb események, az esti koncertek, a péntek esti Valmár koncert, illetve a szombat esti vétek és karamell koncertek voltak. Itt is közel ugyanennyien mulattak a vasárnapi hagyomány szerint megrendezendő Schwab bálon is szép számmal látogattak ide a szórakozni vágyók. De a megrendezésre kerülő rock, új stílusú rock koncerten is szintén sok érdeklődő vett részt. A biztonságos szórakozást is szem előtt tartja minden évben az önkormányzat, valamint a rendezvény szervezésért felelős művészetek háza, hogy minél több lakosunk vehessen részt biztonságosan a rendezvényeken, és szórakozhasson felhőtlenül. 400 jegyet értékesítettünk más településről érkezőknek, tehát mondhatni, hogy a Vörösvári Napok koncertsorozaton javarészt pilisvörösvári lakosok vettek részt, akik ezt ingyen tehették meg. Szeretném elmondani, hogy jövőre a jegyrendszer értékesítésében változásokat szeretnénk eszközölni, hogy elkerülhessük a hosszantartó sorokat és az esetleges hisztériát. Szeretném végezetül mindannyiuknak megköszönni a előfelsoroltakban mindenki maga-maga részéhez, amit munkájával hozzátett, és ezáltal ilyen kimagasló eredményeket érhettünk el. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek még egyszer, és akkor a prezentáción végén megnyitnám a második napirendi pontot, és kérem, hogy aki közérdekű kérdést szeretne feltenni, fáradjon a mikrofonhoz, mutatkozzon be, mondja el a nevét a jegyzőkönyv kedvéért. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. Tessék, parancsoljon! Andrész József vagyok, a Bartók Béla utca 9-ből. Én az utca nevében jöttem ide, mivel hogy ugye márciustól levelezésbe állok az önkormányzattal, a Lidl körforgalomtól kezdve, ugye a Bartók Bélán át a forgalom rendjének megváltozása volt itt a cél, ugye? Velem van Szántó Róberné, aki szintén képviseli, meg dr. Tóth Tamás az utcánkat. Én felolvasnám, mert én nem vagyok ilyen nagy közönséget szokva, úgyhogy elnézést. Manherz Józsefné vagyok, mint ahogy mondtam, a Bartók Béla utcából. Akkor közelebb megyek. Röviden vázolnám a témát, amiről szeretnék beszélni. Az iparterület és a papi földek forgalmi rendjének a változásáról. A Kálvárián 2021-ben kezdődött, amikor Bruckner Kata forgalombeli tervet és kérdőíveket dobott be az érintett utcák postaládájába. Az érintett terület a Lidl körforgalomtól a Szent Imre utcán át, az Erkel utcán át, egész az iskolakert vágóhíd közt érintette. Nem tudjuk, hogy ki kérték és miért kérték, az ottani úgymond menekülő útvonalra hivatkozva, menekülő útvonal lezárását, ezzel módosítását. Addig az Arany János utcától tulajdonképpen minden 30 kilométeres és 3,5 tonnás forgalom vagy gépkocsi behajtása volt.
rendje volt érvényben. 21 őszén megváltoztatták a Szent Imre és Erkel Ferenc utca lakók kérésére a menekülő útvonalat. A Bartók Béla utca lakói azt kérték az kérdőíveken, hogy maradjon a régi forgalmi rend, és ne zárják le az Erkel Ferenc utcát. Ezzel szemben először a Bartók Béla utcát, ahol lakunk, egyirányosították a főút felől, ugye lefelé nekünk, ha haza akartunk menni, akkor körülbelül az itt lakóknak 400 métert kellett körbe menni, hogy hazaérjünk. Míg az iparterület lakói az Arany János utcán, akár a Tűzoltó utcán le tudtak menni, a miénkén ugye az fölfelé út lett, és akkor fölfelé kényelmesen mentek, ahogy még most is. A Tűzoltó, illetve az Arany... Ja, ezt már... Az érintett szakasz nem indokolt az összes utca, az egyirányú utca, mert minden utca egyforma széles, ugyanúgy lehetett közlekedni rajta. Körülbelül egy éve elteltével kértük a kétirányú forgalom visszaállítását a Bartók Béla utcában, amit egy idő után megtörtént. De itt indult a Kálvárián, kezd körülbelül az Erkel Ferenc utca egynegyedét, és a Bartók Béla utca sarkán kihelyezték a behajtani tilos táblákat, és ugye a Bartók Béla utcát fölfelé egyirányosították. Így az iparterület egész forgalmát tulajdonképpen ide terelték. Az iparterület nél kikerült a Szent Imre utcára egy célforgalomtábla és egy 20 kilométeres, holott az iparterületen lakók tudták, hogy egy iparterület és egy főút között építkeznek. És az iparterületet lezárták, és az összes forgalmat a Bartók Béla utcára terelték. Az iparterületről az összes jelöletlen céges autók, a lakosság, a vásárlók mind ott közlekednek. Ezzel nagy többsége gyorshajtó. 24 márciusában levelet írtunk a polgármesteri hivatalnak az utca lakói nevében, alájárással együtt benyújtottuk az önkormányzat műszaki osztályának a régi forgalmi rend visszaállítására. Kértük, hogy zárják le az Erkel Ferenc utca Csendbiztos utca kereszteződésénél a forgalmat, ugyanúgy, mint ahogy ugye a Bartók Bélánál le tudták zárni, hogy tovább ne tudjanak haladni az autók. De ez állítólag nem életszerű. Itt felolvasnám ugyan az önkormányzat válaszát, mert ugye ez nem az első, ez az utolsó levél, amit kaptunk. A korábbi levelükben írottak, mely szerint a forgalmi rendváltozatását a közelmúltban éppen a lakossági kérésre történt, a város összessége szempontjából megfelelő eredménnyel zárul. Továbbra is fenntartjuk. Örömmel láttuk, hogy önök is elfogadták, miszerint az Erkel Ferenc utca forgalmi rendjének újabb változtatása nem életszerű. Ezzel együtt forgalomtechnikai szakértővel újra megvizsgáltuk az önök által kifogásolt, illetve javasoltakat, és a szakértő véleménye szerint ez a tábla kontraproduktív eredményt hozna. Olyan mértékű forgalmat terelne a körforgalom felé, amely a délutáni csúcs időszakban nem tudna feldolgozni, és végső soron rosszabb eredményre jutnánk. A helyi lakosok hazajutását nagy mértékben akadályozná egy ilyen lépés. Az iparterület távlati tervei még nem ismertek, de amennyire számottevő növekedés következne be, akkor a teljes forgalmi rend felülvizsgálatára lesz szükség. Ez volt az polgármester úr válasza, amivel mi mai napig nem értünk egyet, mert Hát, bocsánat, sokáig tartott a másik, és nem leszek olyan sokáig. Mi nem kértük, hogy ahogy itt a polgármester úr, hogy
nem a mi kérésünkre történt, mert mi azt kértük, hogy a régi forgalmi rendet állítsák vissza már a második szavazólapnál. De gondolom mindenki leszavazott minket. Tisztelt polgármester úr, mi nem várjuk meg azt, mikor lesz módosítva, mert 10 év múlva ugyanilyen lesz, vagy csak rosszabb. Az iparterület egy része csak növekszik, így a forgalom is még nagyobb lesz. A Szent Imre utcában az idén már 2 új épület, és most a Üveges Matyi mellett is egy új épület épül. A körforgalom és a Bartók Béla utca között a főút és a Bartók Béla, a körforgalom és a főút között körforgalom és a Bartók Béla utca, az a szakasz körülbelül 300 méter, amire hivatkoznak, hogyha bedugulott a forgalom. Hát így dugul be, mert hogyha a körforgalomnál délután nem tud kimenni a sok autó, a mi utcánkba küldtem is képet róla, áll az autó, és ott is csak akkor tudnak bemenni, ha beengedik őket. Ezzel ugye nagy mértékben nekünk is zajt meg kárt okozva. A májusban kapott levélben önök az közlekedési szakértői levélre hivatkoznak. De azt nem emellékelték a levélhez. A májusi levélben már nem válaszoltuk, gondoltuk, megvárjuk a választást. Dr. Tóth Tamás júliusban írt a műszaki osztálynak egy e-mail, pluszt kérte a szakértői levelét. Erre önök csak november elején, 4 hónap múlva válaszolták és küldték a szakértői véleményt, ami a szakértői vélemény október 24-i dátum szerepel. De már májusban szakértőre hivatkoztak 3 év után, mert ez most már 22-23-24, 3 éve ilyen áldatlan állapotok vannak nálunk. Kérdezem, hogy is van ez akkor? És kérdezem, hogy milyen szakember az, aki az egész iparterület forgalmát lezárja a Szent Imre utcánál, ami az aszfaltos és szélet, és ugye az ottani forgalomra lett kiépítve. Így a forgalom az Erkel Ferenc utcára és a Bartók Bélára tereli, körülbelül 10 utca lakóit kímélve, és minket ugye nem kímélnek. Kérdezem még, hogy az Bartók Béla utca lakói nem ugyanolyan jogú adófizetők, mint a többi lakók? Minket nem ugyanolyan bánásmód érint? Miért büntetnek minket? És miért kimérik a többi utca lakóit? Kérésünk, vizsgálják felül az egész forgalmi rendet, és szerelik le az Erkel Ferenc utcában a 3 darab behajtani is tilos táblát, ezzel is ne könnyítve a hazajutást ugye a sok autónak, amiért lezárták, mert az ott lakóknak nem tetszett, hogy nagy a forgalom. A Hősök tere felől egyirányosították, ugye, és nálunk a Bartókban küldik az összes több száz autó halad át az utcánkon, és egy M7-es autópályának nézik az utcánkat. Itt látom az új képviselőnket, Fodorné Kis Zsuzsannát, és látom az Erzsikét, aki ugye az Arany Jánosban lakik, és ismeri a problémánkat, hogy segítsenek ebbe, hogy minél előbb visszaálljon a régi rend az utcákba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Röviden annyit szeretnék az ön felvetésére reagálni, hogy eszünkbe se volt senkivel kiszúrni, úgymond. De azt is tudjuk, hogy egy ilyen nagy közösség számára van egy rész, akinek jót tudunk tenni, és van egy része, akinek nem. Ha jól emlékszem, ez egy forgalomtechnikai szakmérnök jóváhagyásával került ez a forgalomtechnika kialakításra. Ezt nem mi, nem a képviselők, nem a hivatal munkatársai találták ki, de a lényeg az az, hogy hónapok óta tárgyalunk és beszélünk a kollégákról arról, hogy Pilisvörösvár
teljes egészét átfogó forgalomtechnikai vizsgálatot és szakvéleményt szeretnénk beszerezni, ami jó sok pénzbe kerül, viszonylag jó sok idő az, amíg ezt kialakítják, de azért szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az ország másik végéről idejön egy szakmérnök, aki nem ismeri a egyedi forgalmi helyzeteket, és majd jó sok pénzért letesz egy szakvéleményt, hogy az ahhoz 100%-ig ragaszkodhatunk-e. Tehát a mondandóm lényege az, hogy nagyon nehéz helyzet, nagyon nehéz a forgalmat kezelni. Rossz szándék senkit nem vezérelt ezen forgalmi technika kialakításakor, de akkor ismét megvizsgáljuk ezt a helyzetet ott, és a Fodorné Kis Zsuzsa képviselőasszonnyal, és Mátrahegyi Erzsébet képviselőasszonnyal, meg alpolgármester úrral és a hivatal munkatársaival együtt újra meg fogjuk vizsgálni ezt a forgalmi helyzetet, de biztosan állíthatom azt, hogy a jövőben az egész várost átfogó forgalomtechnikai szakvéleményt szeretnénk beszerezni. Pedig vigasztalásként mondtam, hogy próbáljuk újra megvizsgálni ezt a helyzetet, de még egyszer mondom, hogy... Nem szeretnénk senkit se büntetni, ellenkezőleg a megoldáson dolgozunk, és azt szeretnénk, hogyha mindenki a lehető legnagyobb nyugalmat tudná elérni a lakóhelyén és a lakókörnyezetén, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Egy nagyon vonzó település Pilisvörösvár, mondhatom az egyik legjobb, legélhetőbb hely mindezek ellenére az országban, ezt nem én mondom, hanem ezt szakemberek hozták ki már több évre visszamenőleg, hogy Budapest mellett az egyik legélhetőbb járás Pilisvörösvár és környéke, és ez ezeket a helyzeteket hozza magával sajnos. Nő a forgalom, nő a népesség. Nyilván, aki megteheti, az Pilisvörösváron akar élni, és ezek egyre többen lesznek, akik így gondolkoznak. Ezért a forgalom is nő, de ez is egy speciális, nehéz helyzet, hogy ilyen szinten összenőtt, és ilyen szinten engedték összenőni az iparterületet a lakó résszel. Tehát mindenki tudja, hogy ez egy nem normális helyzet, ezt annó óriásit hibáztak az elődeim. De ezen már nem lehet mit tenni. Ez egy óriási hiba volt, de biztos, hogy nem rossz szándék vezérelte őket sem. Ők nem ismerték ezt szerintem feltételezni, hogy Vörösvár előbb-utóbb ekkora lesz. Sajnos ekkora. Az iparból élünk, ahogy az előbb is a prezentációmban 90%-ban ezekből a cégekből élünk, ezekből muszáj élnünk és szeretnénk élni a közeljövőben is, még ez az egy adóbevételi lehetőségünk van. Ellenkező esetben a lakosságot kell nagymértékben megadóztatnunk, ezt nem szeretnénk, ameddig tehetjük. Tehát maradnak a cégek meg mozognak, fejlődnek. Sajnos nehéz helyzet, de ahogy mondtam, igyekszünk ezen javítani, és újra átgondoljuk a forgalomtechnikát a környéket illetően, de az előző forgalomtechnika se volt, tehát nem hiába lett ez kitalálva, mert a lakónegyed egy része ezt a forgalomtechnikát szerette volna, ami most van. Önök meg pont az ellenkezőjét, így nagyon nehéz igazságot tenni, de próbálunk egy arany középutat elérni. Reméljük, én bízom benne, hogy el fogjuk tudni érni. De
Én nem vagyok szakember. Az előző forgalomtechnikát se én találtam ki, és a következőt se én szeretném kitalálni. Ezt rá kell bízni hozzáértőkre. Egyáltalán nem jelent az egyszerűen zárt ez a... Végül is az a könnyített, de én tudom, hogy a szokatosnak ugyanolyan rossz, nekünk is rossz volt, mert a Krisztály felé, vagy a Sörgyi felé közlekedtek, ugyanúgy ott jártak föl. Vagy a forgalom is van, is marad, de azért az Erkel Ferenc utca sokat csinálnak, ősöpény, egész akár a polgármesteri, de tudom az oldalaknak ezt nem tetszett, és lezárták, és ezáltal mi szívünk volt a Üzd meg a poszt. Köszönjük szépen, hogy nem hallottam. Köszönjük szépen. További kérdés, észrevétel? Kérhetek? Javaslat? Mátrahegyi Erzsébet képviselő asszony szeretne hozzászólni a témához. Parancsolj, Erzsi, én addig leülök. Amikor kialakult az említett és kifogásolt közlekedési rend, akkor ez ellen már akkor szót emeltetek az környék lakói, és mivel jelen voltam a forgalomtechnikussal a megbeszélésem, mert volt forgalomtechnika, én nem tudom, hogy az le volt-e írva, vagy nem, és nem tudom, hogy mi az, amit ti megkaptatok az októberi leírást, mert azt meg én nem láttam, de volt forgalomtechnikussal megbeszélés, viszont nem teljesen az a forgalmi rend valósult meg, amit a forgalomtechnikus akkor javasolt a szóbeli egyeztetésen, és ezért én már kértem ugye az eredetileg létrejött lezárásokhoz képest oldást, aminek egy része megvalósult. Az egész nem, de tökéletesen biztos vagyok benne, hogy ezen további javítás lehetséges még akkor is, ha nem az eredetit akarják, vagy akarjuk visszaállítani, de én azt teljesen biztos vagyok benne, hogy megígérhetem, hogy ez fog változni. Szerintem Kis Zsuzsi is, én is ezen leszünk, és szerintem ugyanúgy, ahogy alpolgármester úrral is már beszéltünk erről, Cser Andrásra, én azt gondolom, hogy nyitott fülekre talál ez, mert ehhez a jelenlegi helyzethez képest szerintünk is kell változás. Sörös úr, parancsolja. Sörös János vagyok, a Törzsöteres Pili Sörösvár. Egy pár szót szeretnék szólni. Először is tisztelettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, a régi és az új képviselőtestületet, és a helyi rendőrség képviselői, és hát a megjelent embereket, vendégeket, sőt, még a pilisvörösváriakat is, akik nem jelentek meg sajnos, nagyon kevesen vagyunk. Engem örömmel tölt el ez a mostani képviselőtestület összetétele, és már félre ne értsék, nem azért, mert kár öröm lenne bennem, nem. Itt most önök egymással beszélgetni fognak, és én ennek nagyon örülnék, ha beszélgetnének egymással, ha vitatkoznának, de ne veszekedjetek, mert ennek semmi jó része, illetve nem, semmi jó nem származik belőle, csak megnő a testületi üléseknek az ideje. Körülbelül erről ennyit. Valamikor a vasút rekonstrukció idejében én felszólaltam itt helyben, mégpedig azért, hogy a zsidó temetőt annak idején lezárták, sőt, még egy kicsit talán korábban, és ezt jól tették annak idején az akkori képviselőtestület, vagy nem tudom, hogy baja valószínű, a zsidó közösség kérte, mert a temető az maradjon temető, és ne egy átjáróház,
de olyan probléma adódott belőle, hogy a környéken lakó, a gyerekes szülők ott keresztül vitték a gyerekeiket az óvodába. Na most mivel ez bezárt, illetve lezárták a temetőt, ezeket a gyerekeket körbe kell vinni. Most ha valaki onnan, valahonnan a vasút környékéről a Szabadságúti óvodába viszi a gyerekét, vagy a nagymama viszi, mert legtöbbször a nagymama szülők dolgoznak, autó nincs mindenhol. Ez egy nagyon komoly problémát jelent. Ugye a gyereket elvinni, hát ez szinte legalább másfél kilométer, ha nem több. Na most itt milyen hangulatban van a gyerek? Ha jól kedve van, akkor megy a mamával, és elérik a busz, ha van buszjárat. Ha meg nem, hát akkor bizony gyalog el kell cipelni azt a gyereket esőbe, hóba, napsütésbe, és ez senkinek nem jó. Akkor én tettem egy javaslatot, hogy a hídnál, a vasúti hídnál, ami jobbra bemegy, ott van egy pár lakóház. Most megint ott a környéken olyan család, egyet legalábbis ismerek, él, ahol három pici gyerek van. Az egyik az most a kiskolás, a másik kettő, azt hiszem, már mind a kettő óvodás, de lehet, hogy csak az egyik. Ezt most nem tudom pontosan megmondani, de ugyanúgy járnak, mint a korábbiak. Akkor azt javasoltam, bocsánat, hogy azt a kis szakaszt összekötni a temető, a zsidó temető fölötti résszel, illetve egy utat kialakítani, annak idején még úgy volt, hogy a játszótérre kinyitni egy utat. Na ez akkor nem jött észre. Akkor írtak a vasútnak egy levelet, amire körülbelül 3-4 hónap múlva kaptam választ, hogy olyan vasútnak ott jobbra-balra 6-6 méterre van, nem tudom, hogy ki tudja, hogy mennyire tudják itt a hallgatók, illetve az itt megjelentek. A vasútnak valóban van 6 métere, mert addig, ameddig a gőzös jár, tehát nem a modern vonatok jártak, addig szükség volt erre a területre, hogy azt lezárják, mert mivel a szikrák kipattogtak, esetleg tűz keletkezhetett volna belőle, de ez megszűnt. Most akkor, amikor a vasutat építették, volt olyan, hogy a 24-82-es pontosan tudom helyrajzi számú településen 6 métert a vasút építésnél el akartak venni. Semmi indok nem volt rá. Semmi. Egyszer én itt felszólaltam ebben az ügyben, és akkor a vasút képviselői is jelen voltak, és azt mondták, kérem, uram, el van intézve, tulajdonképpen nem lesz elvéve ez a terület. Tehát az út nyitási lehetőség nyitva lett volna. Nem lett abból semmi, a tájékoztatás is eléggé, hát nem volt egészen korrekt. Most megint felmerül a lehetőség, hogy a temetővel, ha szembeáll az ember, akkor a jobb oldalt, ott épült egy új ház, ott van egy ilyen 3 méter, 3,5 méter széles út szakasz, amit én szerintem az önkormányzatnak meg kellene venni, hozzáférni a területéhez, mert ugye a temető fölött ott 2 minimum, de lehet, hogy 4 telet is kialakítható lehetne. Ezt meg kellene nézni, ennek a lehetőségét. Én valószínűleg tartom, hogy ezt azért hagyták nyitva, mert olyan nagy az a terület, hogy a mai fiatalok már azért nem szeretnének annyit dolgozni, mint amit mi annak idején, hogy ott valakinek eladják a felső részt, és akkor kialakul egy út befele. De látom, hogy önök itt már mosolyognak, mert valószínűleg tartom, hogy foglalkoztatja önöket a gondolat. Meg kellene lépni, hogy önök ezt a területet vegyék meg, hozzáférnek a telkeikhez, és ha egyéb nem, de legalább a gyerekes szülők oda elvihetnék a gyerekeiket az óvodába, és nem kellene ennyit körbejárni a városban.
nem is mondok többet, hiszen látom, hogy tudjátok, hogy miről beszéltem. Nagyon szépen beszélt a polgármester úr a külkapcsolatokról. Na most ehhez én szeretnék csatlakozni, ugyanis a két polgármester már nincs, az egyik az ugyan él, Görögbencel polgármester, a dr. Bernd Rieder, a Helmut Müzsi Verheim polgármestere sajnos már jó pár éve meghalt. Na most én azért próbálok most ebben a dologban egy pár szót szólni, mert ezt senkitől nem hallottam, hogy ezzel a kérdéssel valaki bármikor is foglalkozott volna. A kérdésem a következő. Ezek az emberek, ezek nagyon sokat tettek értünk, főleg a Bernd Rieder, hiszen köztudott, önök tudják-e vagy nem, de a Schiller gimnáziumnak a beépítése, tehát az emelet ráépítése, ez a 90-es év, tehát amikor megalakult az új képviselőtestület, 1 millió márkát ajánlott föl a Bajor Szabad Állam, Magyarország olyan településének, ahol a lakosság nagy része sváb származású. Talán még, illetve hát beszélik mégis a svábok. Na most itt Baranya megyében a település nevét nem tudom, hogy mi lett, mi került a napirendre, és Pilisvörösvár. Na most itt a dr. Bernd Rieder valamikor tudomásom szerint a Bajor Kulturális Minisztériumnak volt alkalmazottja, mielőtt polgármester lett. És hát nagyon sokat beszéltünk erről. És ő is hozzájárult ehhez, és segített nekünk, és el is jutottunk a minisztériumba, a vörösvári delegáció, jó magam vettem részt, mert én voltam akkor a Nemzetiségi Bizottság elnöke, és két olyan segítőm volt, akik kicsivel jobban beszélik a németet, mint én, mert által inkább csak a svábot, de megértették. És így eljutottunk oda, hogy azt az 1 millió márkát Pilisvörösvár kapta meg, illetve sajnos az áfát azt leemelték. Igaz, két alkalommal járt itt akkor a Bajor a kulturális miniszter, C. Mayer úr, és hát nekem személyesen megígérte, hogy ha egy mód van rá, akkor meg fogja szerezni a lecsípett áfát, hát nem jött össze. De azért 840 ezer márkát csak megkaptunk. A 40 milliót hozzáadott a magyar állam, 14 milliót hozzáadott a önkormányzat, és így a Schiller gimnázium megkapta a jelenlegi állapotát, illetve azt már mi, a első képviselőtestület építette az aulát. Ezzel össze lett kötve a konyha és a maga az iskola, ezt már mi építettük. Azt szeretném megkérdezni, mivel ezek az emberek, ezek nagyon szerettek, főleg a Bernd Rieder, ez annyira talán az idősebbek azok emlékeznek rá, ismerték, ez annyira szeretett idejönni, és mindig egyetlen egy kérése volt. János, én nem akarok szállodába menni. Van pénzünk, el tudnánk mi szállodába menni, de én az embereket akarom megismerni. És a lakosság körül, tehát a sváb származású embereknél szeretnénk, ha elszállásolnátok bennünket. Na, mi ezt általában meg is tettük. Sőt, volt olyan eset a második ciklusban, akkor megkért, hogy hadd legyen nálam, mivel második ciklusban polgármesterváltás történt, és hát nem ismerte az akkori polgármesterasszony, és akkor ő nálam landolt, meg a jegyző is nálam landolt, meg egy képviselő is nálam landolt. Hát nagyon sokszor nálunk gyűltünk össze, beszéltünk a dolgainkról. Szeretném megkérdezni, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy ezt a
két embert, ugye az egyiket posztumuszt, a másikat még él, bár beteg, hogy esetleg díszpolgári címet adományoznánk neki. Nem merült még föl senkitől, nem hallottam soha ilyet, de iszonyatos mennyiségű pénzt, unimokot, mentőautót, azt már olyan, azt hiszem a Gerstettenből kaptunk, tűzoltóautót kaptunk. Tehát olyan szeretettel bántak velünk, és olyan szívesen jöttek, mintha hazajönnének. És hát azért gondoltam arra, hogy nem volna erre lehetőség, hogy én azért mondom ezt most, mert ugye a legközelebbi közmeghallgatás egy év múlva lesz, ugyan van rá lehetőség, hogy az ember polgármester úrnál bejelentkezik és elmondja ezeket, vagy bármilyen más dolgot, de gondolván, hogy én most még megtehetem, hogy itt felszólalok, hogy aztán ez meddig tart, ugye az én korom az már egy kicsit túl van azon, hogy én itt hosszú távon tervezzek. Kérdésem csak az, hogy ez egyszer napirendre kerülhet-e a testületen belül. Ezek az emberek nagyon örülnének, bár nem biztos, hogy a Bernd Rieder már még el tud jönni, mert hát ő is 80, szerintem 80 körül van, és hát a Helmut Müller az meg meghalt jó pár éve, de ezek olyan emberek voltak, hogy olyan szeretettel jöttek ide, mintha hazamennének. Ugyanúgy a gyerekeink mentek ki, a pedagógusok mentek ki, az óvodásokat jöttek óvónők, innen mentek óvónők. Sőt, még a grővenceri polgármester egyszer egy rendőrsapkát akart adni, de nem elfogadtam volna, hogy az itteni helyi rendőrséggel is föl akarták venni a kapcsolatot. Sajnos nem jött létre, de én nagyon örültem neki, mert hát ez egy nagyon jó dolog lett volna, hogy a két rendőrség hát találkozik, beszélgetnek, és esetleg még netán, még tapasztalatcserére ide-oda el lehetett volna menni. Hát ennyit, és amit még itt fölírtam, nem felejtettem el, ez már alpolgármester úrnak szól, elnézést kérek, de folyik a szemem. Ez a Cser úrnak szól. Annak idején, amikor 5 évvel ezelőtt én itt felszóltam, illetve nem is akkor, hanem valamelyik képviselőtől hallottam, hogy akkor Cser úr azt mondta, hogy értéket szerette képviselni, és nem érdeket. Most nekem az lenne kérésem, hogy értéket tessék teremteni, és ne érdeket. Köszönöm szépen. Köszönjük. Halad András. A díszpolgári címre jelölésről ezt a város felhívást szokott közzétenni, és minden egyes pirisvörösvári lakos javaslatot tehet emlékérmes jelölésre, vagy díszpolgári címre, úgyhogy ezt Sörös úr megteheti 2025-ben. Jó? Akkor szeretnék valamikor bejelentkezni önhöz, és akkor beszélgetünk el. Rendben. És a Lőcsei utcát érintő a zsidó temetővel, hogyha szemben állunk, akkor, ahogy ön mondta, nem jobbra, hanem balra lesz egy gyalogos átjáró. Már terve van, csak még a nyomvonal kérdéses tekintettel ott a telekalakítások miatt, de ott az önkormányzatnak nem kell, nem tud megvenni abból a területből, mert kettő az önkormányzaté, kettő meg egy magántulajdonosé. Úgyhogy ez... Tudtam, hogy a Csere az annak idején, mert a Cserével alakultak ezek a dolgok, hogy az önkormányzat odaadott
cseleteltett, és ennek fejében az egész zsidó temető fölötti részt az önkormányzat kapta meg, de ha nem így van, akkor... Hát igen, a zsidó igen, és abból lesz kettő önkormányzati telek. Így van. Így van. Az az önkormányzati. Ezt ön jól tudta, igen. Csak az egy telek volt, most meg már építési telek, ami értékesíthető. Így van. További kérdés. Teri nénibe szeretné fejezni. Tessék. Jó estét kívánok, Folvofer Borbála vagyok, pilisvörösvári születésű és jelenleg is pilisvörösvári lakos. Erős lokál patrióta érzésekkel. Jó, nem készültem feljegyzésekkel, mert ez a kérdés most fogalmazódott meg bennem. És arról van szó, hogy én nagyon szeretek betérni a helyi kis vállalkozásokba. A megkeresett kis forintkáimat itt költöm el, és ez örömet okoz nekem. Arról van szó, hogy aggodalmam szeretném kifejezni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz a megnyíló, most már menthetetlenül megnyíló üzlet erre vonatkozóan az ő jövőjüket illetően. Tehát szerintem súlyára lenne Vörösvár, hogyha megszűnnének ezek a kis vállalkozások. Nekem nagyon jó érzésbe menni oda. És tudom, hogy Pesten már milyen helyzetek vannak, de azt is tudom, hogy Pest az Pest. Ugyanakkor például, ahol Soroksáron, a soroksári svábok laktak, ott már feladtak mindent. Ott már csak Aldi és Lidli van. Tehát erre vonatkozóan született valamikor egy döntés, nem tudom pontosan, hogy mikor, de valaki végzett erre vonatkozóan számításokat, tehát hogy mi várható, mennyi jövedelem kiesésük lesz, mert nyilván ők is ide adóznak, mennyi állás szűnik meg, és hogy ez hány vörösvári családot érint. Meg egyáltalán a hangulat teljesen más, mint bemenni. Tehát én magam nem is járok, tehát nem azért mondom, hogy itt képmutatóskodjak, de azért nekem hiányoznának a helyi vállalkozók. Jó, köszönöm. Hát, meg sejtettem. Igen. Hát azt gondolom, hogy ez a két új multi, a iparűzési adó és az újabb munkahelyek mellett egy új lehetőséget, egy új szint hozhatnak Pilisvörösvár élelmiszerkereskedelmi életébe. Én szerintem azok a tisztességes vállalkozások, kisvállalkozások, családi vállalkozások, akik mindig is a korrektséget tartották szem előtt, vásárlóikkal szemben, azoknak ez semmilyen bevételkiesést nem fog okozni, de én nem vagyok szakember. Viszont vannak olyan vállalkozások, akiknek igenis nagyon jót fog tenni ezeknek a multiknak a megjelenése, mert vannak olyan szintén nem családi vállalkozások. Multik Vörösváron, mindenki tudja, hogy miről beszélek, hogyha az ember ilyenkor bemegy, és minősíthetetlen áru kínálata van, szerintem az jót fog tenni. Neki össze kell, hogy kapja magát, ellenkező esetben be kell, hogy csukjon. Nem családi vállalkozásokról beszélek, még egyszer mondom, de nem vagyok szakember. A minőségi szolgáltatást nyújtó vörösvári vállalkozásokra eddig sem volt hatással. Az OSAN sem volt hatással, ellenkezőleg olyan hatással volt, hogy sajnos nem Pilisvörösvárra fizetik 20 éve az iparűzési adót, hanem Solymárra, pár méter véget. Szintén nem akarom az előző elődeimet minősíteni, nem tudom, hogy mit gondoltak arra, hogy a vörösvári barackost nem engedték, ellenkezőleg majd a solymári barackosok beengedték a OSANT, és az OSAN 20 éve odafizeti iparűzési adót. Az nekünk is nagyon jó lesne szerintem 20 éve,
de nem szeretnék ilyen jóslatokba bocsátkozni, mert nem vagyok szakember. Szerintem egy szakember se, egy idegen szakember se tudja ezt jól fölmérni Vörösváron. Vörösvár speciális sok mindenben, ebben is speciális, és mindenki tudja, hogy milyen vállalkozásokra gondolok, akár egy hús árus vállalkozás, akár egy kis vegyesbolt, ami olyan és olyan portékákat kínál, az szerintem nem fogja érinteni egy Lidlinek a tömeg árucikkeinek a megjelenése. Annyiba fog jelentőséget hozni a Lidl meg a Penny megjelenése Pilisvörösváron, hogy színesebb lesz a kínálat, és nem Csabára fogunk eljárkálni az autóval, meg Solymára, hanem itt helybe fogunk eljárkálni. De sajnos annak a pénznek csak egy ilyen kis része fog itt maradni nálunk Vörösváron, mert elviszik a multik külföldre, és egyébként nem Vörösváron van a bejelentett székhelyük, csak telephelyük lesz Vörösváron, de valamennyi iparőzési adó mégis bejön. Én sajnos nem mondhatok nevet, de rengeteg olyan kisboltos családi vállalkozás van, akit én nem féltenék, mert olyan minőségi árukat kínál és szolgáltatást nyújt, hogy azzal ezt egy Lidl vagy egy Penny nem fogja tudni kijutni. Én ezt gondolom, de vannak olyan vállalkozások is, még egyszer utoljára mondom, nem családi, mindenki tudja, például az állomásnál fönt van nem pékség, kis élelmiszer, igen, de nem családi, akire igenis jó hatással lesz majd ez a két multi megjelenése, hogy egy kicsit összekapja magát, mert az ember fölmegy és nem tud normálisan vásárolni 2024-ben. Én nem járok oda, csak mindenki ezt a visszajelzést adja. És egyébként ezeket erre nekünk nem volt rá hatásunk. Tehát mi nem tudtuk elzavarni a Pennyt, se a Lidlit, ezek jönnek. Nem szeretnék hasonlatot mondani, mint a tankok, mert nem egy jó hasonlat, pláne most, ami a világban zajlik, de ezt engem senki nem kérdezett meg, se a testületet. Jönnek és kész. Itt a mi szerepünk az volt, hogy tudjuk őket minél jobban leszedni a városi lakosság komfortjának növelése érdekében. Sajnos, amikor a Lidl bejelentkezett, akkor mi voltunk, akkor több százmilliós beruházást kértünk tőlük, de sajnos a Penny sorsa már az előző városvezetésnél eldőlt. Az előző városvezetés nem kért semmit a Pennytől. Ez a mi szerepünk a multik megjelenésében. Sajnos, vagy hál' Istennek ezt nem szeretném minősíteni. De még egyszer mondom, én bízom benne, hogy nem fogja hátrányosan érinteni a kisvállalkozásokat. További kérdés, észrevétel? Ha nincsen, akkor a testületi ülést és a idei közmeghallgatásunkat bezárom. Szép estét kívánok! Teri néni mehet haza, mehetünk haza.